Végtelen közvetlen stílusban a fiatalok nyelvén szólt az ifjú hallgatósághoz Lackfi János, a négy napos találkozó harmadik napján, mint fő előadó. Az egyik legdurvább az az apostol kiválasztási módszer. Tehát mondjuk, hogyha ez így, gondolom, hogy úgy csinálta ő is, ahogy mit csinálnánk, ha ránk volna bízva, hogy bemegyünk a teológiai főiskolára, megnézzük, hogy na, a PhD-sek között ki az, aki summa cum laude, azokban csinálunk egy kis élcsoportot, akkor megtanít, fekvő támasz, kigyúrják magukat, új szövetség, ószövetséggel súlyzóznak, még kigyúrjuk őket, még plusz tananyagot, még azt is olvassák el, amit nem olvastak, levizsgáztatni őket nagyon kegyetlenül, nagyon keményen, nagyon szigorúan, és amikor már mindent jól tudnak, akkor nesze neked világ, majd itt jönnek feláldozhatóak, vagy mi volt valami ilyen akciófilm, amikor az igazi nagyágyuk visszatérnek és letarolják a világot egy küldetés jegyében, és hogy mennyire nem így volt ez az apostol kiválasztósdi, hanem így lemegy éppen hogy nem a sarki kocsmába, de mondjuk a kikötőbe, ahol ilyen nem nagyon cizellált emberek húzzák, vonják a hálókat, és azt mondja, te, meg te. Szóval ez volt a kiválasztási módszer. Ebből szerintem reményt meríthetünk, mert ez lehet bármelyikünk, nem? Te, meg te. Nem baj, szerencsétlen vagy, béna vagy, elárulsz majd, nem baj. Feljelentesz, eladsz, majd megbánod aztán. Föltámadok, visszajövök, és azt mondom, szeretsz te engem? De tényleg szeretsz engem? Igen? Na jó, akkor menjünk tovább. Elsősorban mi adjuk magunkat oda másoknak, az életnek, és hogy mit kapunk ebből vissza? Bizonyára nagyon sokat. Ezekhez hasonló gondolatokat közölt az ifjú hallgatóság felé Lackfi János, József Attila díjas író, költő, tanár. Az előadó a fiatalokkal könnyen megtalálja a hangot, hiszen nem csak pedagógusi múltja, hanem nagy családja is erre inspirálja. Ugye a hangsúly azon van, hogy én megyek és szétosztom magam, nem megyek és bezsebelem a passzív jövedelmeket, amik most szépen csordogáltak mostanáig a perselyekbe, hanem persze áldásokat kapunk, már szép időt kapunk, zsizsegnek a kabócák, meg minden, egy csomó, minden más szempárok, emberek, találkozások, rengeteget aratunk, de elsősorban nem aratni megyünk, hanem szétosztani magunkat. Valahogy erről próbáltam beszélni. A Mária Gyüdi kegyhelyen immár 40. alkalommal gyűlt össze a katolikus ifjúság azzal a céllal, hogy vallásos környezetben kicseréljék gondolataikat, együtt töltsék az időt. Én Palota-Bozsokról érkeztem, Himesházára járok egyébként iskolába, és eddig egész jó a program. Hát, hogy miért vagyok itt? Elballagtunk, és ez az utolsó alkalom, úgymond, hogy együtt legyek az osztályommal, meg hát meg szeretném ismerni a közösséget. Egyébként igen, szeretek ilyen nyílt emberekkel úgymond találkozni és hallgatni a beszédeit, mert motiválnak. Úgyhogy pozitív hatással volt rám. Inkább azok közé tartozok, akik így közösségben jobban meg tudják élni a hitüket, és ennek szerintem egy nagy így előre vívő ereje van, hogyha együtt tudunk ilyen témákról beszélgetni, és nem csak így otthon a négy fal közt szorul magára az ember. Tehát járok így több közösségbe is, ahol még így ilyen témákat pedzegetünk, és hát igen, igazából én ilyen közösségi embernek tartom magam. A 40. Mária Gyüdi ifjúsági találkozóra tavaly elkezdték a készülődést. Már akkor meghívták a fő előadókat, akik mind a négy napon át értékes, lelket felemelő, gondolatébresztő előadásokat tartottak. Aztán hirdetni kellett különböző felületeken az idei nagy eseményt, mondta Derges Dorottya, az egyik főszervező. Én azért nagyon szeretem ezt, mert nagyon-nagyon szeretem a célt. Tehát, hogy tényleg, hogy a fiatalokat minél közelebb vigyük az Úristenhez, hogy különböző kreatív, jó hangulatú programokkal tudjuk őket találkoztatni egymással, hogy legyen egy közösségük, találjanak új barátokat, ismerjék meg egymást. Én ezért nagyon szeretem, és ezért tartom ezt egy nagyon fontos dolognak, ezt a találkozót, meg az összes többi hasonló katolikus találkozót, mert ezek tényleg olyan életre szóló élményeket adnak, amik így kitörölhetetlenek az emlékezetből, és szerintem nagyon-nagyon sokat tud adni. A főelőadók minden évben tudnak olyan gondolatokat ültetni az emberek fülébe, amit utána hazavisznek magukkal, és amin tudnak gondolkodni, amiről tudnak beszélgetni. A kis csoportos beszélgetések is nagyon fontosak, amikor
tényleg páran így megosztják az élményeiket, hogy a mai napon mi történt velem, mi az, aminek nagyon örültem, mi az, ami nagyon tetszett, hogyan tudtam kapcsolódni a többiekhez, az Úristenhez. És én tényleg ezért látom ezt, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog ez a találkozó, és nagyon remélem, hogy minél több fiatallal tudjuk ezt megismertetni, és minél több fiatal tudunk ide bevonzani erre, az egyébként szerintem gyönyörű egy helyre. Elsősorban a pécsi egyházmegye területéről érkeztek a zarándok fiatalok, de az ország távolabbi vidékeiről is jöttek szép számmal. Mintegy 130-an vettek részt a négynapos ifjúsági találkozón.